Kiskörösváros vezetése úgy döntött, hogy az 1986-ban a zsinagóga előtt felállított egész alakos Szendrey Júlia szobrot a város központba a műfordítói szoborpark közelébe helyezi át. Így Domonkos Béla szobrászművész alkotása még inkább közel került a Petőfi kultusz épített örökségeihez. A szobor újraavatási ünnepsége szeptember 9-én a költő óriás feleségéről elnevezett emléknapon volt, ahol Tallián Marian idézte meg Szendrey Júlia szellemét írásain keresztül. Mikor néha, igen ritkán, hosszasabb ideig házi foglalatosságaimtól szabad vagyok, és pár napig hétben örömmel kezdek valamit írni, egyszerre csak legyőzhetetlen lomhaság fogom. És csak hogy fölmentsem magamat munkám folytatása alól széttépen, elégetem azt. Miért is vegyek olyankor tollat kezembe, mikor az írás munka nem élvezett előttem? Vagy nem olvassa kívülem soha más, vagy ha igen, talán pár unalmas percet szerzem szegénynek fáradtságom. Ellenben néha, az igaz, majdnem legyőzhetetlen vágy gyötör, hogy gondolati érzelmeimet szavakba öntsem. Az emléknapon Krámer Iván magángyűjtő anyagából nyílt időszaki kiállítás. Az emlékmúzeum emeletén lévő Egy nő több, mint csak asszony című tárlatot dr. Gyimesi Emese irodalomtörténész nyitotta meg, aki felhívta a figyelmet arra, hogy Szendrey Júlia nem csak Petőfi özvegye, hanem önálló szerző is volt. Nagyon jelentősnek látom abból a szempontból, hogy ami az elmúlt 150 évben megjelent Szendrey Júliáról, azokat a könyveket itt ezekben a tárlókban felfedezhetjük, és ha belegondolok abba, hogy az elmúlt 12-13 évben, amióta én kutatóként foglalkozok Szendrey Júliával, mennyit változott az imázsa, akkor bizony hálkorzongatott 150 év alatt. Mennyi minden történt, de nem történt meg, ami még mindig ránk vár, hiszen ugye nagyon hosszú időn keresztül egyedül Petőfi hűtlen özvegyeként élt a köztudatban, és nagyon soká fedeztük fel azt, hogy ő önálló alkotó is volt. Ugye most, amit hallhattunk az előbb, azokat a naplórészleteket, illetve versrészleteket azért is fontosnak tartom, mert megmutatja azt, hogy mennyire nehéz utat jár be egy 19. századi női szerző. Ugye 1854-ben írta ezeket a sorokat, és 3 évvel később, 1857-ben kezdte el az önálló írói pályafutását. Azért így mondom, hogy az önálló írói pályafutását, mert korábban 1847-ben Petőfi Sándor feleségeként már publikált naplórészleteket, és az írónő imázsa ekkor kialakult, de ő maga még nem érezte magát írónak, ez egy nagyon hosszú folyamat volt, mi kialakult benne az írói hivatás öntudata, az írói identitás, és ennek az egyik fázisát, ahol az anyai felek és a feleség szerepével ütköztette az írónő szerepét, ezt hallhattuk most. De érdemes elmondani, hogy ő ezen a fázison mindannyiunk szerencsére tovább lépett, és nagyon jelentős, terjedelmes, önálló alkotói életművet hozott létre a következő másfél évtizedben, de nagyon rövid élet adatott neki 1868. szeptember 6-án hunyt el, és ekkor a nekrológoknak kifejezetten nem csak Petőfi múzsájaként özvegyeként, hanem alkotóként is búcsúztatták, annak ellenére is, hogy az életében az írásainak csak egy töredéke jelent meg. Az időszaki kiállítása Krámer Iván által összegyűjtött gazdag könyvanyagot mutatja be, melyből egy-két különlegességet részletesen is ismertetett az irodalomtörténész. Ebben a tárlóban látható Szana Tamás könyve, ami a 19. század utolsó évtizedében jelent meg, és ekkor még Szendrey Júlia második férje Horváth Árpád életben volt, tehát érdemes tudni azt, hogy azokra az információkra, amik ebben megjelentek, még hathatott Horváth Árpád, hiszen ő kapcsolatban volt Szana Tamással, és egy lábjegyzetben meg is jegyzi egyébként Szana Tamás, hogy konzultált a Horváth Árpáddal. Úgyhogy itt ebben a könyvben a részben még az ő narratíváját is olvashatjuk, de nagyon fontos olyan szempontból, hogy azért Szana Tamás azt tűzte ki célul, hogy egy Szendrey Júlia életrajzot alkosson meg, és ehhez verseket is
csatolt. Ugye fontos hangsúlyozni, hogy ő is, és később 1909-ben Binagy Mór is korabeli folyóiratok alapján dolgozott, hiszen egészen az 1920-as évekig az eredeti szentelyi ujja kéziratok léte ismeretlen volt. Ugye ez egy nagyon kalandos történet. Ugye Gyulai Pál azt mondta, az irodalom történész Gyulai Pál, hogy Szentelyi Ujja koporsójába tette az iratokat, de ez nem így történt, hanem egy Tóth József nevű úriember volt az, akire Szentelyi Ujja rábízta a halálos ágyán a kéziratait, és rajta az ő leszármazottaink keresztül, illetve más kerülő utakon jutott el Mikes Lajoshoz 1925-ben egy nagyon jelentős kéziratos anyag, ami nagyon sokféle forráscsoportból állt, és ez a következő mérföldkő Mikes Lajos 1930-as könyve, amit szintén megtekinthetnek, ami azért jelentős, mert ő már kifejezetten azt a célt tűzte ki, hogy rehabilitálja Szentelyi Ujját. Tehát túllépett azokon a vádakon, amik megjelentek, akár Herceg Ferenc drámájában, akár Vadai Berta visszaemlékezésében, és még sorolhatnám, és ő kifejezetten azt akarta bizonyítani, hogy Petőfi Sándor méltó párja volt Szentelyi Ujja. Ami egy nagyon nemes célkitűzés, de azt gondolom, hogy az azóta eltelt 90 év hozadéka az is lehet, hogy már ezen is túl lehet lépni, és fel lehet fedezni azt, hogy már nincs szükség arra, hogy bizonygassuk, hogy ő méltó feleség volt, hanem felfedezhetjük azt, hogy egy önálló személyiség, egy nagyon izgalmas, önálló alkotó volt, akinek az írásai az elmúlt években láttak először napvilágot nyomtatásban teljes egészében, és így most először teremtődött meg annak a lehetősége, hogy az ő hangja is hallhatóvá váljon. Hiszen mindez idáig, és ennek köszönhetően ugye a tárgyal is ezt tudja bemutatni, arról szólt a Szentelyi Ujja diskurzus, hogy mások mit mondtak róla. Az ő hangja nem jelent meg benne, hiszen ugye nagyon nagy arányban nem jelent meg nyomtatásban, és én ezt látom a mi korunk nagy lehetőségének, hogy ez most már megváltozott, most már kézbe vehetőek kötetben is az ő eredeti írásai, és ezek megteremtik annak a lehetőségét, hogy hallhatóvá váljon a hangja, és láthatóvá váljon az a személy, akit eddig nagyon jelentős részben a férje imázsa takart el. A megnyitó után az egybegyűltek a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus docensének, a Keszthelyi Szendrei Emlékszoba felelősének, dr. Lukács Gábornak az előadását hallgathatták meg, aki Szendrei Júlia életrajzából mondott szemelvényeket és beszélt a Keszthelyi Emlékszoba létrejöttéről is. Szendrei Júlia 1828. december 28-án vagy 29-én született Keszthelyen, Szendrei Ignác első lányaként, és magáról a házról annyit kell tudni, hogy ez a nagybáti féle birtokreform idején épül a festeti birtok, nagyjából a 18. század utolsó évtizedében, és az utolsó része, a legdélibb része volt az úgynevezett ispán lak, ahol a Szendrei Major ispánja, Szendrei Ignác is lakott, ebben a lakásban látta meg Szendrei Júlia a napvilágot. Emlékei jóval később válik, hát ugye a család nagyon hamar elkerül Keszthelyről, és nagyon hamar, 1830. március 2-án írja alá Szendrei Ignác azt az utolsó dokumentumot, amit az uradalomba ispánként jegyez, utána elkerülnek és a Károlyi birtokon fog szolgálni. És Júlia egyszer jár Keszthelyen 1856-ban, innen ír is egy rövid levelet Horváth Árpádnak, az akkori férjének. A szülőháznál 1895-ben járt Gyulai Aranka, aki ugye Szentrei Júlia unokahúga volt a férjével, és már ekkor elkezdődik egyfajta szervezkedés, hogy nevezzék át az akkor még új majornak nevezett, egyébként a legmodernebb festetés birtok résznek tartott részt Júlia majorrá.
És az, hogy Keszthelyen nem kapkodó idegbetegek élnek, azt mutatja, hogy 1973. január 1-én nevezik át Szentrei telepvé, majd 2016-ban kezdeményezésünkre Szentrei majorrá az emlékhelyet. Úgy jellemző, hogy ennek a kis emlékhelynek a fenntartása az valahogy mindig visszakerül a Georgikonra, az idén 225 éves Georgikonra, ami Európa elsőként alapított mezőgazdasági felsőfokú tanintézet, és erre nagyon büszkék vagyunk. És hát egy picit passzol a jelmondatunkhoz ez az értékőrzés, értékápolás, hiszen a jelmondatunk ugye azt, hogy Fizén Némor Masszidiki Diszervátor van, ezt úgy jelentünk ezt, hogy a mi becsületünk őrzője vagy. Próbáljuk őrizni Júli emlékét, és ugye a 95-ös Gyulai Aranka látogatás után indul egyfajta mozgalom, hogy legyen valamiféle emlékhely Szentrei a szülőhelyén. Az elmúlt időszak Júliával kapcsolatos számos új kutatása kapcsán dr. Gyimesi Emese és dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténészek folytattak diskurzust arról, hogy Júlia megítélése mennyit változott az elmúlt évek alatt.